És akkor, ahogy ígértem, Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője, a következő vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy kicsit nézzünk vissza egy-két napot, mert hogy szerveztek ugye egy tüntetést, épp a Arakovács Attilával imént átbeszélt Sargentini jelentés, meg a hetes cikkelyes eljárás Magyarország elleni megindítása apropóján. Kevesen voltak? Mit vontak le magukban? Hát én azt hiszem, hogy a baloldal, illetve azok a pártok, amelyek eljöttek, mert nem csak baloldali pártok, hanem például a Momentum is eljött, ami magát inkább liberális pártnak hívja, ebben részt vettek, vagy szervezték ezt a tüntetést, maguk is meglepődtek, hogy mennyien eljöttek. Én azt hiszem, hogy van itt egy önbizalmi probléma a baloldalon, ami egyébként 8 év ellenzéki lét után azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy miért van, de itt lenne az ideje, hogy elhiggyük, hogy az, amit Orbán Viktor mond, amit a Fidesz képvisel, az a politikának nincs helye Európában, és egyébként szerintem nincs helye Magyarországon sem. Tehát éppen ezért azt mondom, hogy a tüntetés, bár nyilván nem ettől fog megrecsenni és roppanni az Orbán rendszer, de azt gondolom, hogy egy első lépés volt ahhoz, hogy az ellenzéki pártok érdemben tudjanak egymással szót érteni. Ne felejtsél például, hogy ott voltak a Momentumosok is nagyon sok lufival, pedig ugye azért ők eddig mereven elzárkóztak azoktól a pártoktól, amik már régebb óta vannak a politikában. De egy dologban, ha jegyezzék meg egy dolgot, a hetes cikket nem indította még az Európai Unió, és szerintem nem is fogja, vagy legalábbis nem szeretnék elindítani. Egy erről szóló levelet küldött Kurz kancellárnak az Európai Parlament, azt hiszem még tegnap, azzal, hogy igenis most akkor úgy tekintik, hogy elindult az eljárás. Ez jogilag azt hiszem, hogy a hétköznapi embernek nem olyan egyszerűen nem így van követhető. Az Európai Parlament elfogadott egy kétharmados többség, elfogadta a Sargentini jelentést, amely a magyar kormány munkáját kritizálja 12 pontban, vagy 12 témaköré csoportosított, talán ez a pontos megfogalmazás. Ezt az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta, még az Európai Néppárt is, az Európai Néppárt kétharmada. Ez azért fontos, mert a Fidesz is tagja ennek a pártcsaládnak. Tehát ez pontosan azt mutatja, hogy Európában... És az éjjel az a döntés született, hogy nem is zárják ki. Nyilván... Hetes eljárás befejezéséig, tehát ez egy ilyen nyilván, ködösítés. Az Európai Néppárt azért nem szeretné a Fidesz kitenni. A Fidesz jelentős mennyiségű európai képviselőt küld arányaiban eddig, bár bízunk benne, hogy az európai választásokon az ellenzék sokkal jobban fog szerepelni, mint eddig. De ez azért fontos, mert azt, hogy elfogadta az Európai Parlament a Sargentini jelentést, abból nem automatikusan következik a hetes cikkely, amelynek az alkalmazása egyébként megvonhatja Magyarország szavazati jogát az Európai Unióban. Hanem az következik, hogy ez alapján az Európai Tanács, ami gyakorlatilag ugye a miniszterelnökök tanácsa vagy a külügyminiszterek tanácsa szokott lenni, ennek kell majd döntenie, mégpedig egy jelentős többséggel, de ez még nem történt meg, és ez egyelőre nincs is napirenden. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy nem Magyarországot akarja megbüntetni az Európai Unió. Egyébként tegyük hozzá, hogy nincs olyan külön, hogy az Európai Unió, Magyarország tagja az Európai Uniónak, az Európai Unió mi magunk vagyunk, ez fontos elmondani. Amit pedig az ellenzék ebben a pillanatban tehet, az ugye egyrészt, hogy utcára viszi az embereket, ezt meg lehet tenni egyszer, kétszer, háromszor, lehet erre a vonalra appellálni, de az elmúlt évek azt bizonyították, hogy nem hoz feltétlenül sikert. Az viszont nekem sokkal szimpatikusabb, hogy az MSZP és a Párbeszéd közösen beadott egy nagyon nagy törvénycsomagot, demokrácia csomagot, hogyha lehet így mondani, ami pont azokat a kritizált részeket veszi sorra, amelyek terítéken voltak, vagy vannak a Sargentini jelentésben. Mit vár? Ezt nyilván nem fogja elfogadni a Fidesz kormány. Azt lehet sejteni, hogy nem kap majd túl nagy nyilvánosságot sem. Bár most ugye például erről beszélgetünk. De hogy mit várnak ettől a csomagtól? Szerintem nagyon jól esik, hogy ezt mondja, hogy ez egy szimpatikus lépés volt. Szerintem, és remélem, hogy a nézőknek egy szimpatikus lépés. Én azt hiszem, hogy utcára is kell menni, és a parlamentben is dolgozni kell. Ellenzéki politikusként nem lehet azt mondani, hogy nem ragadunk meg minden olyan eszközt, ami a Magyarország fejlődéséért vagy fejlesztéséért a kezünkben lehet. Ugye a Sargentini jelentés megfogalmazta ezt a 12 nagy témából álló kritikai csomagot. A miniszterelnök erre úgy reagált, elkezdett úgy viselkedni, mint a makacs rossz tanuló, aki miután megkapja az egyes bizonyítványát, azt mondja, hogy a tanítónéni volt a
hülye. Egyébként nem is írtunk dolgozatot, és egyébként sem volt bejelentve időben a röbb dolgozat, és csúnya dolog, hogy én egyes kaptam, és így viselkedik Orbán Viktor, és az egész Fidesz szerintem egyébként nevetségesen ostobán. Tehát ez, amit, ez ostobaság, amit ők csinálnak. Politikailag lehet, már nemzetközi politikailag ostobaság, és egyébként szerintem emberileg is. Meg nem biztos. Hát nyilván van az a propaganda és van az a szavazói bázis, aki egy álvalóságban él, és ebben nagyon nehéz bekerülni. Pont most itt is láttam, hogy viszonylag széles újságválasztékuk van kint itt az előtérben, és vannak közöttem mondjuk jobboldali lapok. És hogy beleolvasgattam, félelmetesen butaságokat írnak, és alátámasztás nélküli dolgokat írnak, de minden most ne a másik oldalon lévő újságírókat kritizáljuk, hanem inkább beszélünk erről a javaslatcsomagról. Pontosan. Tehát beadtunk egy körülbelül 80 oldalas anyagot a magyar parlamentnek, az MSZP-vel közösen, az MSZP Párbeszéd frakciószövetség nyújtotta ezt be, amely törvénycsomag választ kíván adni a Sargentini jelentésben felsorolt kritikákra, mert mi úgy gondoljuk, hogy amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor vállaltunk bizonyos szabályokat. Például vállaltuk azt, hogy demokratikusan működtetjük ezt az országot, és nem fogunk áttérni egyszer csak egy ilyen félautoriter, egy ilyen banánköztársasághoz hasonló államformába. És mi amellett tettük le a voksunkat, és azért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, hogy megmutassuk, létezik alternatíva, vissza lehet Magyarországot terelni a demokratikus útra, például azzal, hogy kiállunk a civil szervezetek jogaiért, például azért, hogy leállítjuk a propagandakampányokat, például azzal, hogy biztosítjuk az alkotmánybíróság függetlenségét, például azzal, hogy arányos választási rendszert írunk ki. Ha már a választási rendszernél tartunk, akkor ugye lehet sorolni, hogy az egyházi törvényt módosítanak, mi mindent módosítanak, például a választási törvényt is módosítanak. Most lehet, hogy én nem tudtam már tegnap teljes figyelemmel elolvasni, de én azt a pontot nem látom ebben, ugye létszámot változtatnának, egy csomó ponton belenyúlnának a választásba, a határon túliak két képviselőt juttathatnának a parlamentbe, és a többiben nem szólhatnának bele. Hol vannak azok a magyarok, akik Londonban, Berlinben, nem tudom én hol, távol élnek Magyarországtól, és ugye folyamatosan arról beszéltünk, hogy ők miért nem kapnak lehetőséget a levél szavazásra. Én ennek nyomát nem láttam ebben a javaslatban. Abban egészen biztos vagyok, hogy a Párbeszédnek létezik ilyen javaslata. Az elképzelhetőnek tartom, szerintem ez egy 80 oldalas dokumentum, hogy még be kell adni egy módosítót, de akkor ennek utána fogok nézni. Én úgy emlékeztem, hogy ez be van adva, beadtuk. Amennyiben ez nem történt, mert akkor ezt pótolni fogjuk. Mert egyébként nyilván kezdettől fogva azt mondjuk, hogy Párbeszéd is ezt mondja, és én magam is számtalan szor szólaltam meg ebben a témában, amikor azt mondtuk, hogy az egy nagyon nagy igazságtalan, hogy a határon túli igazságtalanság, hogy a határon túli magyarok szavazhatnak levélben, azok, akik egyébként külföldön dolgoznak, nekik meg néha 100 kilométereket kell utazniuk, és egész napokat rá kell szánniuk arra, hogy szavazhassanak. Úgyhogy ezt jó, hogy mondta, utána fogok nézni. Amennyiben ez véletlenül kimaradt, az legfeljebb azért történt, mert hatalmas anyagmennyiséget kellett összeállítani rövid idő alatt, és akkor ezt pótolni fogjuk. De mondjuk az biztos, hogy például az 5%-os bejutási küszöböt 4%-ra csökkentenék, tehát hogy egy olyan lépéssorozatot vezetnének be, amelyek mégiscsak több esélyt adna az ellenzéki pártoknak, mint ebben szerintem a pillanatban ezt, van. Nyilván most éppen az ellenzéki pártoknak adna több esélyt, de nem ez a lényege. A lényege a mi általunk képviselt választási rendszernek az, hogy arányos legyen. Az, hogy senki ne ragadhasson magához a hatalmat, pláne ne egy ilyen abszolút hatalmat, úgy, hogy egyébként nincsen megfelelő többsége, sőt egyáltalán senki ne ragadhassa magához az abszolút hatalmat. Mi abban hiszünk, hogy egy ország akkor működik jól, hogyha annak a lakói megértik egymást, a képesek érdemi párbeszédet folytatni. A képesek megérteni, hogy a dolgoknak több oldala van, éppen ezért mindig beszélnünk kell, és meg kell próbálnunk megérteni egymást, hogy így jussunk konszenzusra. Ehhez egy olyan választási rendszerre van szükség, ami arányos, gondoljon be, hogy a Fidesz a választási rendszeren szám szerint a választók 51%-ának a szavazatát szerezte meg, ami azért egy gyengét, alig észlelhető többség. Ehhez képest kétharmaduk van a parlamentben. Sőt, azt is tegyük hozzá, hogy nem az összes magyar 51%-ának a támogatását bírták, hanem csak azoknak a választáson részt vetteknek az 51%-át, tehát az olyan 50% alatt van. Az, hogy 4%-os legyen a küszöb, az a magyarázata, hogy azt gondoljuk, hogy 5%-os küszöbbel nagyon megnehezíti a törvény az olyan új pártkezdeményeknek vagy pártoknak a bejutását, akik mondjuk újonnan alakulnak és még nem rendelkeznek erőforrásokkal. Számtalan ilyen alakult az elmúlt években, és az látszik, hogy nagyon nehéz megkapaszkodni egyébként a megfelelő erőforrások nélkül. Tehát nem tudnak megjelenni új és friss gondolatok a politikában, tehát konzerválódik a régi hatalmi elit. Mi azt szeretnénk, hogyha hatalomban, az ország vezetésében folyamatosan új és új emberek tudnának megjelenni.
Az egyházi törvényről mindenképpen azt gondolom, hogy kell egy-két szót szólni, mert hogy az utóbbi években ez a kérdés folyamatosan visszakerül az Európai Bíróság elé is, például, mert Magyarország olyan szinten sérti meg egyébként a saját törvényi vállalásait, meg az európai jogrendet ebből a szempontból, ami mindenképpen figyelemre méltó, de mégiscsak azt gondolja az ember, hogy amit javasolnak, hogy automatikusan kaphasson támogatást az az egyház is, amelyeket még a parlament mondjuk nem ismert el, hogy ez mégiscsak Iványi Gáborék megsegítését szolgálja kizárólag. Erről van szó. Én ezt kétlem. Uh-huh. Én ezt kétlem, hogy Iványi Gábor megsegítését célozna ez a törvénymódosítás. Mi abban hiszünk, hogy mindenkinek joga van a szabad vallásgyakorláshoz. Abban hiszünk, hogy minden vallás ilyen értelemben egyenlő, minden hitrendszer egyenlő, senkinek nem lehet előírni, miben kell hinnie. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel az állam szekulárisnak kell lennie, nem preferálhat bizonyos vallásokat, én azt gondolom, más vallásokkal szemben. Ami azt jelenti, hogy mindenki, aki hisz valamiben, nyilván annak meg kell, az egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon szigorú törvényi szabályozást javaslunk a tekintetben, hogy ne lehessen ezzel visszaélni, tehát hogy ne lehessen az, hogy valaki egy üzleti vállalkozást futtat fel vallás címén, és kihasználja az embereket, tehát ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy meg kell védeni az embereket a csalóktól, azoktól, akik nem őszintén kívánják gyakorolni a hitüket, hanem az embereket próbálják kihasználni. De egyébként ettől függetlenül azt gondolom, és ez nagyon markáns a véleményem, hogy az államnak egyébként az egyházakat nagyon célzottan kell támogatnia. Olyan dolgokra gondolok, mint például a közösségépítő tevékenységek, kulturális emlékek fenntartása, intézmények fenntartása, de egyébként nem szabad szelektálni a különböző vallások közül, mert az állam szekuláris. Az államnak nem dolga, hogy beleszóljon a hit életbe. Most fognak megölni a szerkesztők, de egyetlen kérdés még muszáj. Egész nyugodtan. Hát önnek egész nyugodtan, de kezdődni kellene a híradónak, de ezt muszáj megkérdeznem, mert hogy azért az önök pártjainak szociális érzékenységét mutatja az az alap, aminek a létrehozására javaslatot tesznek, ugye? Ez a fűtött otthonok alap, ugye? Vagy valami így ilyen? Van, hát azt gondoljuk, persze, azt gondoljuk, és ez egy rész egyébként egy nagyobb programnak, amiről szerintem érdemes tágabb keretében beszélni. Mi a párbeszédben azt gondoljuk, hogy nem létezhet az, hogy 2018-ban egy országon a lakhatás probléma legyen. És ez alatt nem csak azt értem, hogy mondjuk a lakásárak elképesztő magasan vannak, vagy az albérletárak. Nem csak azt értem, hogy a szociális lakáshelyzet tragikus állapotban van, és rengeteg ember nem jut lakáshoz, hanem például azt is értem, hogy rengeteg lakás, olyan ember, aki él valahol, nem tud mivel fűteni. Vagy ha tud mivel fűteni, és ez pláne vidéken probléma, akkor szeméttel fűt, ami egyébként nem csak egy környezet és egészségkárosító, ezt kívánja orvosolni a törvényjavaslaton. Ebben tökéletesen igazuk van, és hogy ezt orvosolni kell abban is, csak én azt nem tudom biztosan, de nyilván ezt fölmérték, vagy bekalkulálták, hogy ha jól értem, akkor az állami cégek nyereségének a felét vonnák el erre a célra. Azoknak az állami cégeknek a nyereségét, amelyekben, mondjuk amelyek vezető pozícióiban a Fidesz vezérkar hold udvara üldögél ebben a pillanatban. Tehát nyilvánvalóan nem érdekük egy ilyen törvénynek, már csak személyes okok miatt sem az elfogadása. Nyilván a Fidesznek nagyon sok minden nem érdekel, ami szerintünk az ország érdeke lenne. Az ellenzéknek az a dolga, hogy alternatívát mutasson. Az ellenzéknek az a dolga, hogy megmutasson, hogy igenis lehetne máshogy csinálni a dolgokat, és nekünk éppen ezért kutyakötelességünk beadni azokat a törvényjavaslatokat, amiket beadunk. Az, hogy a Fidesz ezt nem fogadja el, az nem azt jelenti, hogy ezek a törvényjavaslatok nem jók, vagy egyébként nem hoznának megoldást az ország problémáira. Én minden esetre kifejezetten örülök, hogy végre van egy ilyen csomag, amiről lehet beszélni, mert ez azt mutatja, hogy akkor elkezdődött az ellenzéki oldalon is egy építkezés. Ebben ilyen, teljesen egyetettek, és fontos arról beszélgetnünk, hogy az ellenzék az nem véletlenül van a parlamentben, hanem azért van ott, mert vannak kidolgozott javaslataink, amikről folyamatosan felajánlunk az országnak. Nyilván a média szerkezete miatt, vagy a nyilvánosság szerkezete miatt ez csak lassan jut át az emberek egy jelentős részéhez. Oké, köszönöm szépen, akkor még a részletekről fogunk beszélgetni. Köszönöm talán, szépen. Talán Barabás Rihárddal is, köszönöm szépen. Most egy kicsit megkésve akkor a híradó következik. We'll be right back.